Szevasztok, srácok! Elképesztő új helyszín. Végre itt vagyunk, itt éldegélünk újonnal. Elképesztő, tudom. A visszhangját elnézést szeretnék kérni előre is. Nem tudom, hogy oldjam meg. Oda raktam zsákokat, abban konkrétan csak ruha van, azért, hogy valamilyen szinten tompítsa a visszhangot, mert ez ennél kétszer rosszabb volt. Az a baj, hogy ez a szoba jelenleg még full üres, mert két napja vagyunk itt, és azt jöttem, hogy akarom berendezni. Szóval tippeket, tanácsokat, hogy mégis hogy nézzen ki itt a kis gamer szob, mert fogalmam sincsen, és baromira kell valami, mert ez, hogy tehát nem, tehát ez így nem mehet tovább, hogy egy ilyen hang van. Próbáltam a sarkokban, mondom ezt azt rakni, hogy ne legyen az, hogy leveszitek a fülhallgatót, azt fuck this, nem hallgatom ezt a hülye gyereket, de nem nagyon sikerült, szóval mindegy, nyomjuk. Into the Pit-tel hagytam abba, ugyebár az a baj, hogy nekem ez még egy friss játék, ahhoz képest, hogy valami két hete játszottam meg utoljára vele, mert hát elképesztően sajnálatos módon én nem igazán tudtam játszani semmivel sem a legutóbbi két hétben. Szóval most van végre időm játszani, mondom, akkor kezdjük bele hát ebbe a játékba, vagy fejezzük, vagy nem tudom, az a baj, meddig tart, de tudom, hogy csak megnézzük, azt játszunk. Az a baj, nem tudom, az irányítás, hogy működik ez, hogy Q, igen, egy, aha, várjál, kifagyott a játék, hogy most mi történt. Jó, de megvan a telefonom, ami cool. És hova kell nekem mennem? Ugye a ball pitbe kell mennem vissza a zsák zsébe, a lyukba. Na szóval menjük a lyukba. De azt írja, hogy még a házunknál vagyunk. What? Hát én értem, hogy itt vagyunk még a ház előtt, de... Ja nem, azt hiszem, itt el kellett menni, ugye? Igen, és akkor most kiadja, hogy hova tudok menni. Library, school, ide, the mill? Nem, a pizzériába kell mennem, ugye? Ott van a... Nyilván ott van a lyuk. Ez mi? Settings menü, escape. Nyilván, oké. Okay. Srácok, annyira le vagyok maradva amúgy meg mostanában itt a Gameszkókkal, hogy... Ha valami játék valami mostanában kijött, oké? Okay, és azt akarjátok játsszak vele, mert tényleg két hétig nem volt időm köbben géphez ülni, akkor írjátok már meg, légy szíves, hogy mi a játéknek a neve, meg hogy egyáltalán mi a helyzet, mi most a trendi, meg a menő, mert halvány fogalmam sincs, hogy mit játsszak. De gőzöm sincs, semmi, nagyon le vagyok maradva most, majd be kell hoznom a lemaradásomat, de na, aggódjatok, meg lesz most ebben a hétben, majd pörgünk ezerrel. Na nézzük csak. Abban is hagyom a pofázást, mert a 3 percem csak semmi, csak így lötyögünk, szóval lötyögünk a játék felé. Halló? Szevasz testvér, ő Jefi. Kicsit késő van, nem kölyök? Ja, hát igen, a fater odaégette a vacsorát. Mi van? Ráment, Isten tésztás levest odaégetett a fater, azt kamuzzuk be neki, hát nem azért, de... Ezt még én sem hiszem el, nem hogy a csém a Jefike. Na most amúgy nem tudom, mennyire nagy ötlet ide jönni, miután így kideráltak mindenkit a animatronikon. Vagy merre kell menni? Hoppá, hogy kellett megnyitni? Hogy escape, és akkor így, és akkor várjál. Vissza kell menni, nem, így a legvégére kell menni, és itt lesz a ball pit, várjál. Tudom én már a fejből. Ez. Ahhoz képest, hogy nem játszottam, meg se kellett nézni a mappot. Na. Ja nem, most a jövőben vagyunk megint, ugye? És akkor itt nem itt daráltak ki engem, hanem a múltban. És akkor most vissza a múltba nyomunk. Oké, most meg kell találni a Fatit. Egy gyerek sírás. Tudod neki segíteni? Ne segítsél már nekik. Nem tudom, hol kell menni. Itt a konyha le van zárva, és az árkéd is le van innen zárva, hogy jól látom. Oké, nem tudom, mit csináljak most magammal. Find the kid. Na most a bajom az, hogy én nem szeretnék megijedni. Mert olyan hangos lenne... Tehát olyan rohadt hangos lenne itt a sikításom ebben a szobában, hogy a szomszédnek a szomszédjának a szomszédját is felkelte. Ném. Haver, jó vagy? Minden oké? Okay. Oda kicsit beszorult a fején, úgy vélem. Tesó, minden fasza? Segíts, nem tudok kijutni. Hogy jutottál be? Aha, valami elkapott és benyomott ide. Ez egy snapshot. Ja nem, snapshot? Ó, igen. Bezáródott a suit.
ruha. Ah, egy csavarhúzó kellene nekem ahhoz, hogy... Várjátok, kiszabadítsam a kölyköt. Csak ugye hol tudnék? Hol lehetne csavarhúzót szerezni? A storage-be, nem? Szerintem a storage-be. Party hallway-be fel kéne mennem. Zárva van, és most home vagyok. Gondolom ott, oké. Okay. Tehát, hogyha most a hallway-be nem tudok felmenni. Rendben, szóval a storage-be el kell jutnom, és az valamiért ahhoz körbe kell mennem mindenen, aminek nem annyira örülök, őszinte leszek. Jaj, ne itt is kell. Itt is kell bujkálni. Be fogok szarni. Nagyon be fogok szarni. Ott van valami. Egy 10 forintos, ad ide. Inventory. Mit kaptam? Token. Egy arany token. Tudok játszani vele. Nagyon hasznos, mit nem mondja. Be van zárva. Na jó, srácok. Most így real. Szóval... Be van zárva ez. Be van zárva az. Hogyan? Ez nem volt egy ötlet. Ez nem hiszem, hogy egy ötlet volt. Az a baj, nem tudom, hogy... Ne ijeszgessé azzal az animatronika hanggal, öcskösöm. Félelmetes. Ha szipogok, amúgy meg elnézést látszok közben, csak olyan elképesztő módon agressziózik most velem az allergiám, hogy ez hihetetlen. Ez mi? Hol ment, tűnt az a három? Eltűnt. Tesókám, eltűnt. Aha, várjátok, hol vagyok? Backstage. Oké, okay. Backstage-ben talán tudok szerezni valamit? Oké, okay, még így is ijesztőbbek is, mint eddig. Fusebox. Egyszer Fater elmutatta, hogy kell azokat használni. Ott a sorokban van egy Freddy. Nem tudom, hogy akarok-e itt hülyeskedni velük, őszinte leszek. Nem hiszem, hogy segítene. De most, tehát, hogy elmondja nekem, hogy csinálják valami a fuseboxot, oda megyek a fuseboxhoz, aztán meg elküld a rákomból, hogy nem kell. Játék, légy szíves. Ó, ez a Faternak a izéje, az pénztárcája. Ne ijeszgessél már. Valami nagyon durva sikítások vannak, tesó. Be tudok menni? Zárva. Azon gondolom... Oké. Okay. Most majd kulcsot kell megtalálnom. Mert elvileg a Jeffikének... A Jeffikének, akit ismerünk, a haverunk, annak van ehhez kulcsa elvileg, és most azon gondolkodunk, hogy van-e neki még jó-e a kulcsa, ami eddig jó volt, ugye a jövőben is. Ez be van zárva. Bro. Ball pitbe. Mi lenne, ha felmennék a ball pitbe és Jeffikétől ellopnám a kulcsot a jövőből, aztán pedig visszajönnék a múltba, kinyitnám azt, meg a havert. Mit szólunk ez a teóriához? Próbáljuk már ki. És erre kíváncsi vagyok, ki akarom próbálni. Jeffi, add ide a kulcsodat, légy szíves. Itt nem kell félnem elvileg a izészörny muksóktól. Jeffi, nem tudok itt bemenni? Employees only? Nem. Fuck. Hogy vegyem el tőle a kulcsot? Már csak azt kéne megtudnom. Fú, de nagy ez a pizzéria. Zau, pizzázau, pizzerára. Na az. Jeffi? Van kulcsod? Azt mondja, hogy először öcsém a játékszobában, most meg oda le a pincébe. Haver, unatkozol? Igen, igen, csak fel szeretnék fedezni. Oké, okay, egyezünk meg valamiben. Csak te és én köztünk van ez. Nem fizetek azért, hát nem fizetek a szemétszállításért, és kinda elfelejtettem kidobni a szemetet korábban. A millnél. A mill az ilyen malomszerűségig. Hát igazán a malom, csak ugyebár többfajta malom is létezik, azért nem tudom, hogy pontosan milyen. Vidd el oda a szemetet, aztán pedig adatom neked a kulcsot, amikor visszatérsz. Úgy is fogd ezt a zseblámpát, elég sötét szokott itt lenni. Oké, de elég alacsony a... Ellen benne, tesó. Azt mondja, hogy keresgéljek a szemét között elemet, hogyha lemerülnék. Anyád. Nagyszerű. Jó. Szóval nullán van az elem.
egészen pontosan. Ennek nagyon örülök. És most el kell mennem a millbe, le kell hajítanom a dolgokat. Most kellek nullám van? All out of batteries. De örülök neki. Jaj, de boldog vagyok. Hol van? Mill, itt van. Eléggé lerombolt helyiségnek tűnik. Hú, ez gyerekeket a visszhangtól, ma fáj a fejem. Ez még csak 10 perc vagy a fejvétő. Akkor a show time volt, mint én. Na, kukázzunk, öcsém. Te gyelem! Let's go! Kicseréljük. Puzzle Matrix. What is this? Nézzük szét. Ez egy banán? 3 éve zárt be a malom. Azóta szinte minden bezárt a városban. Ja, igen, azt hiszem a fater itt dolgozott, és hogy ugye amiatt Rat Trap, legrandabb dolog a földön, nem tudom miért viszem el magammal. Azóta itt vannak, amióta bezárt. Oké. Okay. Ugye a fater az itt dolgozott, és ugye emiatt állunk eléggé szarul anyagilag, mert hogy elvileg, hát ugyebár kirúgtak mindenkit, és azóta nem is talált munkát a fater, csak valami random kisboltban, de az már nem fizet jól. Szóval ezért állunk, hát úgy, ahogy így pénzügyileg. Na, haló, szevasz báty. Várjál, mert itt lakunk a mentők állomás mellett, aztán meg így néha lesz ilyen malőr. Reméljük, hogy mindenki rendben van, aztán meg játszunk tovább. Na, köszi szépen a kulcsokat, Jeffy. Na, Jeffy, add ide. Most megyünk vissza a múltba, utána miután elmentünk a múltba, elmegyünk a főd, nem a földszintre, mi annak a... What? Oké, nem tudom, hol mentem be. Nem a földszintbe megyünk el, hanem a... Mi annak a neve? A laksorba, igen, oda megyünk el. És ott pedig keresnünk kell egy csavarhúzót. A gyerekek, annyi mindent kell keresnünk. De annyit. Hogy már kezdem megkérdőjelezni az entitásomat, hogy mégis miért teszem ezt önmagammal. Na most ugye nagyon remélem, hogy nem lesznek itt rossz fiúk. Csúnyaságok. Már hát én félek a csúnyaságoktól, öcsém. Na várjál csak, öcsém. Ezt nem tudom felvenni. Nem, ez itt hangot csinál. Azt hogy annyira nem akarom, hogy ide jöjjenek, szóval... Ez kell nekem, kulcs. Hát olyan sok mindent látok, aha. Nagyon szuper. Ott egy Freddy fej. Az Foxy? Nem. Jézusom, de ijesztő. Oké. Okay. Lemerült. Hát ez mit nem mondjak, nagyszerű. És most akkor meg kell megkért, találnom. Hát, are you fucking serious, bro? Hopp, ott van valami. Token slot. Nagyszerű. Ez mi? Oh! Csavarhúzó. Várjátok csak, az a baj, nem látom a karakterem ezt se. Jó. Hát ezek nagyon creepy hangok, Pali. Ugye ebben a játékban amúgy annyira el tudták találni a hangokat, olyan ijesztőek. Nagyon sokat dolgozhattak rajta. Na vissza a haverhoz, megnézzük, hogy mi a probléma vele. Szerintem azzal az animatronikával ott hát valami probléma lesz. Az nem úgy nézett ki először a fejem, mint Foxynak, viszont nem ő volt az. Más volt a színe, nem? Haver, ne siránkozzál már, jó van, kiszedlek innen mindjárt. Gyere ide. Megoldalak. Gyere. Apa megbütykő. Úgy. Gyere, haver. Te magas vagy, öcsém. Síros kölyök a csávónak a nevetet. Be sem mutatkozott, még meg semmi. Síros kölyök. Hú, köszönöm szépen, azt hittem, hogy itt fogok ragadni örökre. Csak nem olyan rossz már, hogyha már nem sír egybe, érted? Meg volt ijedve csak. Előbb épp csak a barátomot beszéltem, aztán pedig... Aztán pedig meg fogunk dögleni igazából. Az olyan hangja volt, mint neki. Talán bajban van. Vagy talán mi vagyunk bajban. Ó, Istenem. Gyere, keresjük meg együtt. Ez nem egy oltat. Tudod, itt mindegy, menjünk inkább el innen. Várj, de nekem megkettem az apámat. Nem láttál egy ilyen magas fickót kék inkben esetleg? Ahogy mondod, hogy egy felnőttet.
Nem, nem láttam. Figyelj, haver, örülnék, hogy tudnék neked segíteni, de... Bassza meg! Én húztam innen, megyek vissza a jövőbe. Velem nem hülyéskedtek, öcsém. Nem bujkálok, meg semmi, csak menekülök másik dimenzióba. Ilyen shiftelek, öcsém, a realitások között, mint Goku vagy, nem tudom. Nem volt elég sok időm megtalálni a fatert, de amúgy nem ugyanaz a... Hogy hívják azt a karaktert, aki most engem üldözött? Mert annyi... én nem ismerem fel, az a baj, nem, nekem nincs olyan sok időm ebben a, ezekben a FNAF játékokban, meg én nem vagyok ilyen szuper elképesztő FNAF tudós, szóval én nem igazán vágom ezeket a karaktereket annyira. A full alap karaktereket vágom, meg itt még a Security Breach-re ugye, hogy játszottam, még abból egy-kettőre még emlékszem. De ezek a csépről, azt, hogy most mi volt, azt nem tudom. Pedig útkor elmagyaráztak nekem egyébként a haverok, de fogalmam is már nem emlékszem, pedig szerintem egy hete történt ez. Na menjünk. Bocsi, Fater. Maradj biztonságban, ameddig visszaérek. Szerintem a Fater az örül, hogy életben van. Menjek haza? Bro, hát nem mondod komolyan. Na most nem azért, de most kajak, úgy menjek haza, hogy ott vár rám a gyilkos galósz öcsém. Oswald háza. Minél tovább fut Oswald, annál hangosabb lesz. Most ez velem történik aktívan? Most csak így elfogadtuk, hogy ez a animatronika a családtagunk most már? Wow. De úgy hogy csak mi látjuk? Én nem értem. Illetve mi történt a házzal? Eddig nem volt ilyen gethes, kedvás, nem? Hiányzik öcsém a tapéta. Hát látom a betont öcsém, téla. Ja, csak álmodtam. Ezt a macskát hogy hívják? Ez olyan fajn. El kell kezdem a napom, mert megsimogatom. Kaptam valami öcsémetet. Szóval. Get breakfast, reggeliznem kell. Oké, okay, cool. Az menni fog szerintem. Remélem a... Hát a... Fater, az ugye nem fog engem kinyírni. Nem itt a buter, akkor nem bánt, amikor itt van a buter. Felkelő hatodikos osztályosok, kérem figyeljenek. Vagy felkeltek, na mindegy, érted. Ha? Ó, suri első napja. Még mindig álmos vagy? Oh, shit. Csak furcsa álmom volt apáról. Na, aggódj, apu jól van. Ott van kint a létkezőben. Hogy mi? Most ez nekem jó hír, vagy rossz hír? Mutya, gyere már velem, mert én itt össze fogom tocsogtatni az alsó nacimat. Ó, hát ez olyan barna lesz, öcsém, mint egy fának a rönki, hát ne szórakozzál már velem. Talán ki kéne hagydom a reggelit ma. De apa veled akart ennél ma. Talán másik reggel. Oké, okay, legalább ne felejtsd az ebédedet. Hogy ne, hogy éljen a haj. Oké. Okay. Benne vagyok. Azt hozom. Jöhet a nyammogós. Go to school. Véki, véki. It's time for school. Ki tudom itt kerülni? Vagy engem meg fog most erőszakolni? Követ engem a szemével. Úristenem. Jézusom. Várjátok ezt a macskát, ezt a véki, véki, time for school-t. Na, az most én. What the fuck, az egész házat ki tudom jelölni? Mi van még mindig ott az a dolog? Olyan nincsen biztonság mellette. Az már az anyám baja. Szóz, hogy ezt kell, hogy mondjam, de az már az anyám baja, nem az enyém. Amúgy ez is jött a piktart, ugye bármint a rendes FNAF? Vagy most akkor így majd megálmodom a jövőmet, hogy működik. Mi? Mit értélik? Ja, standard suri, de nem tudok másra gondolni. Bárcsak csak el tudnék... Az ott egy TNT ott mind... Hello, ez itt egy TNT? Milyen iskola ez a csém? Na mindegy. Na akarok csúnyát mondani, ugye már... Letilt a YouTube, hogyha felhozom azt a bizonyos szervezetet. Meg a TikTok.
meg a Facebook, meg az Instagram, meg a Twitter, meg a, amúgy minden, de mindegy. Szóval, ki tudna így enni ilyen helyzetekben? Én? Amúgy hol vagyok? Nem is, ja, ott vagyok a tanár mellett. Szerintem ez egy jó ötlet, Jet. Csak nem a Valorant karakter. Elmehetsz innen, hogyha egy kis félős csirke vagy. De mi most mi történik? Ez petárda. De most szóval milyen, tehát Amerikában kaják így működnek az iskolák, hogy ott van két tanár, érted, ezt a Kóbrószki megfogja, azt bepetárdázza a fél izé iskola területét, aztán így pukkangatja, mint a izé jó lélek. Hát ez milyen iskola ez, öcsém? Fuss! Á, nem. Never mind. A tanár elkapta a gromancukat. Nézd meg, mi maradt hátra. Kíváncsiak, hogy van azoknak a srácoknak még ilyen. Labda. Vissza kell mennem a terembe. Ó, öcsém, hát nézd, ez mi? Battery! Nice! Kaptam egy batteryt, az jó, az jó. Igazából valakinek a táskájából kiloptam, de... Aki kapja, marja testvérem. Farkas törvények. Na nézzük, üljetek le, diák, üljetek le. Mindjárt kezdődik az első óra. Vagy mi a tekem? Valamilyen óra. Ja nem, vége van. Milyen óra ez, öcsém, hogy mindenki csak egy hokizik a földön? Nem értem. Találja meg a kölyköt a petárdával. Kösz, nagyon jó. Oké, okay. I guess akkor nem itt fogom megtalálni. Bár ennek is van térképe? Hagyj nézzem. Ó, igen. Ott voltam most balra a Classroom 1-ben, most a Classroom 2-ben fel kéne mennem szétnézni. Szerintem, vagy a vagy... Nehezek ezek a szavak. Magyarok vagyunk, tudjátok, egyik legnehezebb nyelv a világon, amit lehet beszélni. Nézzétek már nekem, jóval kicsit fogyatékosok néha. Szóval... Szerintem a Principal's Office-ban lesz a csávó, az pedig a... igazgatói iroda. Szerintem. Szevasz. Nem, itt volt. Itt volt, oké, okay, mindegy. Ő Jet. Esetleg van még, még kölcsön tudnék venni, haver? Először is, ezeket nem lehet csak úgy kölcsön venni. Egyszer használod, azt vége van. Oké, okay, akkor tudnál adni egyet? Tudod te az, hogy ezek mennyibe kerülnek, öcskös? Tudod mit? Ezt figyeld. Általában a könyvtárba szoktam lenni suli után. Hozz nekem valamit. Egy olyan dolgot, amit máshol nem tudnék megszerezni, vagy máshol kitől nem tudnék megszerezni. És akkor talán cserélhetünk. Ezt ellopom az egyik ilyet, mit szólsz hozzá? Nem, kár érte. Az a kell mennem. Ó. Mi lenne, hogy elolvasd egy könyvet arról, hogy hogyan ne legyél egy loser? Azt mondja Dylan. Dylan az ilyen helyi kemény csávó, vagy aki nem tudná. Szerintem ő a ilyen hajú. Menjünk, srácok. Ne vesztegessük itt az időnket. Jó, hát nem, tehát most magától adom, hogy a karakter nem csajozni érted, tehát hogy felrizzeli a csajét ott, mondja neki, hogy baby. Milyen volt a harmadik órád, mi? Mrs. Watsonnál volt, hát te is. Csicska békákat kellett boncolni. Hihetetlen. Na, de vissza a témához. Ne hallgass rájuk, mondom. Oswald egy igazi Riznar, tesó. Ne hallgass rájuk. De nem csak irigy. Mert nem tudja, hogy kell olvasni. Mi az, hogy nem tudja, hogy kell olvasni? Ez nem hatodik osztály. Hatodik osztályban a gyerekek nem tudnak olvasni? Amerika, Amerika, Amerika. Elküsz szépen, de ezek a szemétládek. Mi? Régen is baszogattak engem már olvasás miatt. Miért? Miért? Miért csesztetnek valakit olvasás mi? Mert hogyha nem így olvas, hogy mint valami furretardált, azt érted, nincs is róla papírja, hogy tényleg az... Akkor még talán meg is értem. Sok szifit olvasok, te mit szoktál olvasni? Ősi görög történelmet.
Fia, valaki Star Wars fan, valaki Star Trek-et néz, valaki League of Legends-el játszik, vannak, akik kártyázni szoktak, Yu-Gi-Oh-oznak, meg Magic the Gathering-eznek. Öcsém, ez a jány, ez ősi görög mitológiát olvas. Komoly. Oké. Okay. Nem nagyon, nem valami szokványtalan, ne aggódj. Oké. Okay. Mi van? Miről beszélnek ezek? Minden csak attól függ, hogy mennyire vagy bátor az ilyen szituációkban. What? Fia, hogyha bármit is olvasnak, hát akkor örömmel adok neked egy képregényt. Mondom, rizzeli a nőt nagyon durván. Hogyha szereted a művészetet, akkor... Mi? Akkor ez talán hasznos lesz számodra? Apukám éppen, vagy ha nagyapámnak segítettem kitakaríteni ezt-azt. Aztán megtaláltam a régi kis hát ilyen rajzos könyvét. Nem tudom ezt, hogy mondjam. És hát egész király kis rajzok vannak benne, ezt figyeld. Na, hagyd nézzem. Sketchbook. Hát, srácok. Ez kicsit ismerős, nem? Szerintem. Mi ez? Why is she starting to smell bad? Miért van rossz illata? Miért büdös? Más is vett, hogy büdös. Érdekes. Fedi le akarja szedni a saját fejét. Wow. Kifürkészhetetlen, hogy mégis mit akarnak magukkal csinálni. Veszélyes, mert bla bla bla. Igen. Full suit padding. Endoskeleton. Az nem exoskeleton? Mi a különbség az endo meg az exoskeleton között amúgy? Nem vagyok egy nagyon... Már szerintem az exoskeleton az a teriba a testedre megy rá, az endoskeleton, az már nem a testedre megy, az csak irányítani tudod, nem? Na jó, ez a geek shit most, bocsánat, az ilyen kis... Ezek még matricek lehet gyűjteni? Nagyon király. Oké, bocsánat az ilyen kis ábrándozásaim, mert csak most így, ez egy real kérdés, ami nekem van. No way, haver! Amúgy tényleg ez amúgy menő, de figyelj már, a nagypapája tud ilyeneket rajzolni. Meg csinált is ezek szerint ilyeneket. Akkor övé volt a pizzéria ezek szerint? Oh no, várj csak, ez nagyon durva akkor. És, de várj, akkor Oswald honnan tudja, hogy ezek hogy néznek ki, hogy te... Csak már csak azért, mert régen rajzoltam én is, vagy rajzolt a karakterem is ilyeneket, érted? Ez most nagyon fúr, de magát, de mindegy, érzedek. A régi melójával csak ilyen kis rajz, firkák. Nem akart nagyon sokat róla beszélni, mondjuk. Ki kellett volna dobnom, de hát nem tehettem meg. Amúgy Gabriel vagyok. Szia, én Oswald. Milyen érdekes kis könyvet adtál nekem, Gabriel. Köszönöm szépen. Fú, de kifinomult kölykök vagy, tököcsém. Hatodik osztályhoz képest, meg ahhoz képest nem tudtok olvasni. Na de menjünk haza, Oswaldnak a house-ába. Mert így fog beszélni, és akkor nincs vissza, mit szóltak, azt hiszem, még így is van. Bú, elzsibbadt a lábam, gyerekek. Hűha, várjál, öcsém, mert nem érzem a fél testemet alulról. Nagyon rossz. Szóval, mi van itt, öcsém? Oh, hello, most meg leszek erőszakolva? Be kell mennem a szobámba, mert hazajött a nyúlfater. Nyúlfater meg akar engem erőszakolni. Nagyszerű, szuper. Alright, visszamenni Jeffhez. Szerintem van egy ötletem most. Szerintem? Most van vagy nincs, öcsém? Először ki kell innen jutnom. Ah, no way, find a way to escape. Ez nem jó. Ez nem jó, tesó. Aha. Hát ez nem túl szerencsés. Jobbra van nekem a valami. És akkor itt lenne. Hát szíven szúrnám magamat. Csak kimegyek a nagy ajtón, nem? Műszolátásra. Hát ez gyors volt amúgy meg ahhoz képest. Mert hallottam, hogy ott van mellettem jobbra most, érted? Most miért ne jönnék el akkor a francba? Ball pit. Irány a ball pit, öcsém. Vissza Jeffikéhez. My name is Jeff. Na, nyomjuk. Azt kell mondani, my name is Jeff.
a csáó. Most meg izért játszik a Channing Tatum. A Rozsa Mákos izé filme, vagy mi ez? E. Oké, tök mindegy, valami nem fontos. Hagyd nézzek szét. CIF, mizu van, hogy ügyek testvérem? Ó, egy elképesztő, egy szeret pizza és üdítő $3.50. Az nem tudom mennyi igazán, valami 1000 forint. Olyan, mi végig... Várj, Jeff. Raktál? Ananászos pizzát a menüre? Nem raktam rá semmit, valami huligán eltörte valószínűleg az előző éjszaka és rárakta a menüre. A legfurcsább az, hogy még fel is töltötték a konyhámat. Teli cuccakkal, szóval eléggé furcsa. Ó, és raktak hozzá ananászt is. Meg... sonkát is. Olyan sokat, hogy kibírja valószínűleg életem végéig. Utálom annak a pizzának a létezését is, de ki tudja, talán kipróbálom. Furcsa véletlen. Azt mondom nekem, hogy te voltál az elkövető kölyök. Ananász pizzán én soha. Jó, reméltem is, jó, a szerencséd van akkor. De miért? Oké, furcsa. Na mindegy, oké. De miért? Ki vandálkodna úgy, hogy feltöltöcsém egy pizzériázót alapanyaggal? Tudod azt, hogy milyen drága ananász, öcsém? Milliók, legalábbis ilyen sok mennyiség, biztos. Bassza, nem annyit vettem. Na. Ezek az amerikaiak amúgy is ki vannak tömbölcsém, mint hogy kötelező lenne ezeknek pénzt adni, annyi pénzük van. Én nem értem. Az amcsik hogy tudnak panaszkodni, hogy jaj, óránként csak $20 kerestek. $20? Én egy nap alatt nem keresek, öcsém. Mennyi pénz az jó ember? Hát csiliókat, milliókat keresnek. Na halló, jó napot kívánok. Megjöttem, megérkeztem. Ez a hang, amit hallottam. Vajon honnan jött? Go to the ball pit. Hát de már itt vagyok. Fel kell kapcsolom a lámpát? Most komolyan. Hagyj vegyem már fel. Ha jó büdös mocskos tetves édesanyádat. Jó, mindegy, edd meg magad akkor. De figyelj, már hátra kell mennem, nem a izéhez. A fuse box. Ez kell nekem. Ott volt valami szerintem. Most... itt se vagyok. Vagytok... meg kell találni a fatert. Hogyan? Hogy? Mégis hogyan? Olyan hangok van... meg fogok halni. Meg fogok halni. Gatya. Fuck. Oh, Istenem, jó most látok. Legyen már egy. Hónap megkeressük a fatert. Megnézzük, hogy mizu van, merre bujkál, merre lopták el a szívét. Meg az én szívemet is, öcsém, már ezek a kis animatronikánk. Aztán megnézzük, hogy lesz, jó van. Mert én most úgyis, most egész jó rám volt. Sok minden megtudtunk a mai nap is. Legközelebb ugyanitt. Szevasztok!